A kajszifák és a megyfák virágfertőző monilia gombája elleni védekezésről szólt. A gazdabolt.hu előző videója, csak megelőzéssel tudunk védekezni ez ellen a gomba ellen. Aki biztosra akar menni, annak el kell végezni a permetezést, ugyanúgy, mint az őszi barackoknál, főleg az érzékeny nektarinnál, a tafrina gomba elleni kezelést. Íme már rózsaszín bimbós állapotban vannak a kisfák, de már a levélrügyek is kipattantak, és ez a kis zöld levélfelület alkalmas arra, hogy a tafrina gomba, ami ebben a hűvös, nedves időjárásban különösen jól érzi magát, hiszen 4 és 10 fok között képes terjedni, ebben megfertőzze a növényt. Jó jelzi a latin neve, hogy mit okoz, tafrina deformans, torzultan hullanak le a levelek a fáról, akár nyár végéig eltarthat ez a fertőzési hullám, ha ilyen hűvös és csapadékos marad az időjárás. Finom rezekkel, például a kuproxáttal, koszájdal, funguránóhával, nordoxal és még sok más hasonló újabb típusú részkészítménnyel tudunk védekezni ellene, illetve egy szem felszívódó készítményünk van, aki rézmentesen akarja megvédeni a fáját, ez a score. A réznek is be kell fedni ezeket a pici, finom, apró levélkéket, a score-nak meg fel kell szívódni ezeken a apró zöld felületeken keresztül. Tehát nagyon-nagyon apró cseppképzéssel kell végeznünk a permetezést ahhoz, hogy az tényleg hatékony legyen. Sok sikert kívánok a tafrina elleni permetezéshez. Ha ilyen csapadékos marad az időjárás, akkor számíthatunk a tünetekkel. Ha hirtelen melegre és szárazna fordulna az idő, akkor lehet, hogy megússzuk komolyabb kártétel nélkül. Viszont hallásra!